A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma október 23-a Gyöngyi és Gyöngyvér napja van. 59 éve forradalom tört ki Magyarországon. 26 éve Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök több tízezer ünneplő előtt a budapesti Országház erkélyéről déli 12 órakor kikiáltotta a magyar köztársaságot. Most pedig következzenek a nap legfontosabb hírei. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik ma a magyarság. Horvát vonat jön majd a migránsokért Szerbiába, ebben egyezett meg a horvát és a szerb belügyminiszter. Több tucat halottja van az elmúlt évtizedek legsúlyosabb franciaországi autóbusz balesetének. Száznál is több kárpát-medencei középiskola tanulója utazott egy másik magyar lakta vidékre a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően. Október 23-a a vajdasági magyarok hivatalos nemzeti ünnepe is, a Magyar Nemzeti Tanács határozata értelmében. Palicson megkoszorúzták a szabadságért küzdő ember emlékére emelt emlékkövet. Megkoszorúzták a szabadságért küzdő ember emlékére 2006-ban emelt emlékkövet. Délután 16 órakor Palicson a Nagy Parkban a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői, több szervezet, Magyar Kanizsa, Topolya, Zenta, Csóka önkormányzata helyezte el a kegyelet virágait. Szarakka Tibor alkotásán a kövön nyugvó két madár alatt a következő felirat olvasható. Az 1956-os magyarországi forradalom idején Palicson befogadó tábor állt. Az egykori Jugoszlávia területére a forradalom leverését követően csaknem 20 ezer menekült érkezett. Valahol ma, amikor menekültekről beszélünk, ezek a szavak újra összecsengenek, visszacsengenek. Azért egészen más kontextusa van mindennek, hiszen egy levelt forradalom, ártatlan emberek meneküléséről szólt ez a történet. Azokról, akik ideiglenesen itt befogadásra találtak. Voltak, akik itt is maradtak, mások viszont nyugat felé mentek tovább. Csak Szabadka környékén, a magyar falvakban 9 menekült szállás működött. Ezekben mintegy 5-5,5 ezer menekültet szállásoltak el november 7-e után. Mindenhol szabadon mozoghattak. A határmenti tanyákra minden nap érkeztek menekültek kisebb-nagyobb csoportokban. A forradalommal szimpatizáló, kimondottan segítőkész helyi lakosság nagyon befogadónak, készségesnek bizonyult. Élelemmel, ruházattal látták el az elcsigázott embereket. 56 a szabadságról szól, a szabadság kivívásáról szól. Olyan helyzetet teremt évről évre a számunkra, hogy a lyukas zászló által szimbolizált űrt megpróbáljuk a szabadság aktuális fogalmaival, aktuális lehetőségeivel megtölteni. Ez az ünnep többek között ezért is fontos, hogy egyrésztről szembenézzünk önmagunkkal, másrésztről pedig megfogalmazzuk, hogy ma mit jelent a mi számunkra a szabadság. Az egykori Jugoszlávia területén egyébként száznál is több alkalmi menekülttábor vagy befogadó tábor működött. A palicsi koszorúzást a Vajdasági Magyar Szövetség szervezte. A tradíció szerint katonai tiszteletadás mellett vonták fel Magyarország nemzeti lobogóját délelőtt 10 órakor Budapesten. A Kossuth téren megtartott ceremónián részt vett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke is. A díszegység, a koronaőrség és a palotaőrség egységei vonultak fel október 23-án délelőtt a Kossuth téren. Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadta Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét. Fogadás jobbról! Liste! Zsolnai Tamás alezredes, a díszegység parancsnoka jelentem, október 23-a nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására a 32. Nemzeti Honvéd és a Nemzeti Lovas Díszegység felsorakozott. A díszszemle után a Magyar Honvédség díszzászlóaljának katonái vitték az 56-os lyukas lobogót a zászlórúdhoz. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara, valamint a Nemzeti Lovas Díszegység is. Házelnök úr, Szűcs Péter őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt, október 23-a nemzeti ünnepünk az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Az engedélyt megadom.
A himnusz első akkordjaira kezdődött meg az ünnepélyes zászlófelvonás. Ezzel hivatalosan is megkezdődtek az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapjának programjai. Az 56-os megemlékezésekről készült további riportjainkat híradónk későbbi részében láthatják. Most nézzük a nap további fontos eseményeit. Ma először találkozott egymással a horvát és a szerb belügyminiszter a két ország határán kialakult migránsválság óta. Bajakovvónál megegyeztek abban, hogy a horvát vonat ezentúl Sidbe megy a migránsokért, akiket egyenesen Slavonski Brodba visznek a befogadó központba. A két ország belügyminisztere a többi között megegyezett abban, hogy minél gyorsabb áthaladást kell biztosítani a migránsok számára, humánus módon a szabályok betartásával. Szerbián keresztül január óta 300 ezer menekült haladt át, mindegyiküket 72 órás tartózkodási engedéllyel látták el. Ako ta dokumentacija bude iskorišćena kao nešto što će oni vidjeti kao potrebno za ulazak u prevoz u centre i naravno za dalji put ka Evropskoj uniji, verujem da je niko neće izgubiti, baciti ili Ha a bevándorlók megtartanák az iratokat, sokkal több időt takarítanának meg a többi országban, hiszen nem kellene ismét felvenni az adatokat, és gyorsabban áthaladhatnának. Da prekinem ovo mučenje po pitanju hladnoće i svega ostaloga, već bi uz dogovor graničnih policija riješili prihvat iz samoga Šida direktno za Slavonski Brod vlakom. A szerb belügyi tárca vezetője a találkozón kiemelte, Szerbia és Horvátország nem olyan erős gazdaságilag, hogy 50 ezer ember be tudjon fogadni, ezért meg kell beszélni a menekültügyi stratégiát, melyet mindkét ország betartana, hiszen, mint mondta, a migránsok jönnek, mennek, a szomszédok viszont maradnak, éppen ezért fontos megtartani a két ország közötti jó viszonyt. Hidegben, pokrócokba burkolózva, tüzet gyújtva vészelték át az éjszakát a migránsok Berkaszovónál. Továbbra is folyamatosan érkeznek a szerb-horvát határhoz, de csak kisebb csoportokban jutnak át Horvátországba. Szakadatlanul érkeztek éjjel is a migránsokat szállító autóbuszok a szerb-horvát határra. Kora reggel már mintegy 1500 migráns tartózkodott Berkaszovóban. Hűvös, nyírkos, ködös reggel várt az ott ébredőkre. A rossz körülmények semmit sem változtak az éjszaka alatt. A sárban, az aszfalton aludtak, kisebb tábortüzeket gyújtottak, hogy elviselhetőbbé tegyék a hideget. 5 hours of working in the mud with the family and babies and everything. Babies crying and so much painful. Yeah. Cold, so cold. And yani, so rain, so much rain. We have waited so cold and we are here now. Egyesek nem készültek fel az alig 2-3 fokos időre, egyetlen pólóban vagy pulóverben vészelték át a hideget. A háború helyett most ezzel kell megbirkózniuk. I am from Afghanistan. My country is a lot of fighting and the Taliban and Daesh killing our people. Útjuk hosszú hetek óta tart Európa felé, és amióta lezárult a magyar-szerb, majd pedig a magyar-horvát zöld határ is, még lassabb ütemben haladnak a célországuk felé. Az egyik férfi Pakisztánból érkezett. My trip start was last month 16 September to still now. And we have many problems sometimes in sea, people are dying in boats or in Iran border. Some people killed for army killed. Berkaszovóba éjszaka és nappal is folyamatosan érkeztek a migránsokkal teli autóbuszok. A kora délutáni órákban mintegy 500-600-an várakoznak arra, hogy átutassanak Horvátországba. Ebben a tömegben többször kisebb verekedések alakulnak ki a migránsok között. A helyzethez képest viszont valamennyien nyugodtan tűrték a várakozást. A horvát hatóság ugyanis hangos bemondó segítségével nyugtatgatta őket, hogy előbb-utóbb mindenkit átengednek.
Több tucat halottja van az elmúlt 3 évtized legsúlyosabb franciaországi autóbusz balesetének. A busz teherautóval ütközött Bordeaux közelében. Főként idős emberek utaztak a buszon. A két jármű egy mellékúton rohant egymásba a dombos borvidéken. Mindkét jármű azonnal kigyulladt, ezért rendkívül sok az áldozat. Az autóbuszban a sofőrön kívül 49-en utaztak, közülük 41-en vesztették életüket, és a kamion sofőrje is meghalt. 8 embernek sikerült kimenekülnie az égő buszból, közülük 4-en sérültek meg. Csak 3 ember élte túl teljesen sértetlenül a balesetet, köztük a busz sofőrje, aki viszont sokkos állapotba került. A busz péntek kora reggel indult egy közeli településről, kirándulni vitte a helyi idősek klubja tagjait. Annyit lehet tudni, hogy az egyik jármű keresztbe fordult az úton, és a másik nem tudta kikerülni. Rendőrségi források szerint, amikor a busz sofőrje érzékelte, hogy a baleset be fog következni, megpróbált félrehúzódni, de már elkerülhetetlen volt az ütközés. Helyiek szerint nem ez volt az első baleset a nehezen átlátható kanyarban. Adományokat gyűjtöttek a Péter Révei újházi család részére, akiknek szinte teljesen leégett a háza. Mit tegyünk, ha leég a ház? Mentési gyakorlatot tartottak a Szabadkai Vöröskereszt épületében. Önálló képviselői indítványként nyújtotta be a szerbiai parlamentnek a kötelező társadalombiztosítási járulékokról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről és a nyugdíjbiztosításról szóló törvény módosításáról szóló törvények javaslatát Varga László, parlamenti képviselő. A javaslatok értelmében a többi között a 3 hektárnál kisebb gazdasággal rendelkező termelők mentesülnének a nyugdíjjárulék fizetése alól. A 3-5 hektár méretű gazdaságok esetében a nyugdíjjárulék jelenlegi összegének 30%-át fizetnék, az 5 és 7 hektár közötti gazdaságok a jelenlegi összeg 60%-át fizetnék. Nem változna a járulék azok esetében, akik 7 hektárnál nagyobb gazdasággal rendelkeznek. Az egészségbiztosítási járulék birtokmérettől függetlenül nem változna. A javaslatok értelmében a többi között változna a nyugdíjjárulék mértéke az állattenyésztéssel, a kertészettel, a szőlőtermesztéssel, a haltenyésztéssel, a gombatermesztéssel és a méhészettel foglalkozó termelők esetében is. Október 9-én szinte teljesen leégett a Péter Révei újházi család József Attila utcai házának a tetőszerkezete. A szülők 5 gyermeket nevelnek egy fizetésből, önerőből nem tudnak új tetőt építeni. Pontosan 2 hete annak, hogy ennek a családi háznak a tetőszerkezete leégett. A padláson tartott ruházat, a gyerekjátékok, a télre bekészített hagyma és krumpli is a tűz martaléka lett. A családfő alkalmi munkából tartja el a népes családot. Számukra mindez óriási kárt jelent. Már ruhákat kaptunk, kabátokat is úgy, most már van minden gyereknek egy-egy kabátjuk. Hát annyi, hogy az anyagra, arra szükségünk van, a gerendára, a lécre, meg hát én szerintem még téglára is szükségünk van, mert azt mondták, nem lesz elég az a tégla, ami van nekünk. A Vajdasági Magyar Szövetség Óbecsei Szervezetének női fóruma gyűjtést szervezett a család megsegítésére. Kapcsolatba léptünk a családdal, és megtudtuk, hogy a tető szerkezet faanyaga mellett mi mindenre van szükségük, mi az, ami bele tudnánk segíteni. Ezért ruhanemű gyűjtésbe kezdtünk, élelmiszercsomagot készítettünk, és próbálkozunk azzal is, hogy a tetőszerkezet faanyagát a Szociális Védelmi Központon keresztül biztosítsuk a családnak. Újháziék éppen csak, hogy beköltöztek a házba, amikor megtörtént a baj. Ezért is volt sok holmi a padláson, ami könnyen lángra kapott. A házat hosszú, több éves lefizetése vették meg. Hát nagyon megköszönném az, aki szervezte, mert tényleg nagyon örülök neki, mert őszintén, hogyha megmondom, minkor megkaptuk a gyerekpótlék szociál, de én, ahogy mondtam is, nem tagadom, minkor a házat fizessük, én nekem a pénzem oda men, úgyhogy nagyon a konyhára most nem bírtam venni. A tűzeset óta lehullott kiadós csapadék miatt a mennyezet is beázott, az egyik szobában pedig egy kis részen le is szakadt.
Ma van a Katasztrófa Védelem Világnapja. Ez alkalomból mentési gyakorlatot tartottak a Szabadkai Vöröskereszt udvarában. A bemutatón egy füstölgő házból kellett a tűzoltóknak és a mentő alakulatoknak kimentenie és ellátnia a bent rekedt embereket. A szimulációval mutatták be az iskolás fiataloknak, hogy mi történhet egy tűzvész esetén és hogyan reagáljanak. Érkezik a tűzoltóautó, készenlétben áll az első segélyt nyújtó csapat. Egy égő házhoz és a benrekedt fiatalokhoz érkezett ki az alakulat. A Szabadkai és a Vajdasági Vöröskereszt tartott bemutatót. Či pokaznih vežbi upravo u tome da na praktičnom primjeru svi oni koji žele i treba da vide nešto i da nauče mogu da vide, provežbaju svoje neka znanja i iskustva koje su stekli tokom edukacije i predavanja. A tűzoltók felkészülve hatoltak be az épületbe, hogy felkutassák az esetleges sérülteket. A színlelt bemutatón füstmérgezést szenvedett embereket hoztak ki a friss levegőre. Az önkéntesek ellátták a könnyebben sérülteket, és mentőautó is érkezett. Amennyiben szerencsétlenség történik, vagy katasztrófa helyzet alakul ki, azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot, a rendőrséget, illetve a mentőszolgálatot. Szabadka önkormányzata lenne Szerbiában az első, amely a norvég nagykövetség támogatásával megoldja az állattetemek törvényes elhelyezését és megsemmisítését, emelte ki Maglai Jenő Szabadka polgármestere. A városba látogatott Norvégia belgrádi nagykövete, akit a Szabadkai Városházán a polgármester mellett Ilija Merevic, a képviselőtestület elnöke fogadott. A tervek szerint Szabadkával együtt más önkormányzatok is csatlakoznak a norvég nagykövetség által támogatott projekthez. Milyen problémák vannak Palicson, és milyen fejlesztések várnak a településre 2016-ban? Ezeket a kérdéseket vetették fel a csütörtök esti lakossági fórumon Palicson. Komoly összeget fordítanak majd a palicsi tó állapotának javítására, a turisztikai övezet fejlesztésére, a szennyvízelvezetésre, a csatornahálózatra, az utak javítására és egyéb infrastruktúrális beruházásokra, hangzott el a találkozón. A lakossági fórumon részt vett Maglai Jenő Szabadka polgármestere és több közvállalat, egyebek mellett a város építési igazgatóságának, a vízműveknek, a Palics Park Kft.-nek és a Palics Ludas közvállalatnak a vezetője is. Valamennyien ismertették intézményük jövő évre vonatkozó terveit. A Kárpát-medencei Magyarság szolgálatában tevékenykedő Rákóczi Szövetség egyik legfontosabb feladatának tekinti a magyar ifjúság identitás és összetartozás tudatának erősítését. 124 Kárpát-medencei középiskola, több mint 4500 diákja indult útnak a szövetség október 23-ai diákutaztatási programja keretében, hogy legalább egy Kárpát-medencei határ átlépésével egy másik magyar középiskolával együtt ünnepeljenek. Vajdaságból 6 oktatási intézmény diákjai indultak útnak, és ugyanennyi magyarországi iskola tanulóit fogadják Szabadkán, Topolyán, Adán. Kora reggel gyülekeztek az egészségügyi középiskola tanulói Szabadkán. Én igazából egy ilyen programnak ilyen folytonos résztvevője vagyok, ugye a határon túl magyarokkal folyamatosan tartsuk a kapcsolatot Magyarországon, illetve Romániában, Szlovákiában, szóval mindenfelől. És én ezt a programot nagyon támogatom, szeretem a Rákóczi Szövetséget is, hogy ezt nagyon támogassák, hiszen számukra fontos az, hogy a magyarság összetartson is, hogy ugye van egy közös bennünk a nyelv, ami nagyon fontos, hogy ugye még tartsuk és ápoljuk is a barátságot, a szeretetét kell tartani egymás között. A Szabadkai Egészségügyi Középiskola diákjai a Rákóczi programnak köszönhetően az anyaországon kívül jártak már Erdélyben, és vendégeskedtek már Horvátországban is. Szerintem ez egy nagyon jó program, lehetőséget ad az ismerettségekre, hogy megismerjük a más világot, úgymond, mert ugye mi szerbiaiak vagyunk, magyarországiak, meglássuk, hogy mi minden van ott, hogy állnak dolgokhoz, meg ilyesmi. Szóval szerintem ez egy nagyon jó dolog. Idén az Észak-Alföldi Szolnok az úti cél, ahol a műszaki középiskola látja őket vendégül. Ha ennek lesz egy olyan hagyománya,
amelyikre támaszkodhatunk, akkor a szövetség el fogja érni azt a célját, hogy ezeket a gyerekeket megismertesse a történelmünknek és egyáltalán múltunknak azon részével, amelyikről hát föltételezem, hogy keveset tudnak. A szabadkaiak együtt utaztak a Tótfalusi Sportakadémia tanulóival. Hát mindenféleképp maradnak tartós kapcsolatok, úgy a gyerekek között is, tehát a fiatalok között, a középiskolások között. Tehát nem ritkán szövődnek akár baráti kapcsolatok, ők aztán tartják a világhálón a kapcsolatot egymással, illetve mi is az iskolákkal tartjuk a kapcsolatot, hiszen ők is aztán jönnek mi hozzánk, mint partnerintézményhez, ide Délvidékre, akár Tótfaluba vagy Szabadkára kirándulni, és szintén közös programokat tudunk aztán megvalósítani, és ez egy fantasztikus dolog. Úgy is szoktam mondani, hogy Magyarország visszatért a klebesbergi útra. Valamennyien úgy tartják, a nemzeti összetartozás alapjai az emberi kapcsolatok. Ne szálljon messze soha lelked címmel tartottak megemlékezést az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója, valamint az Egyesület névadója előtt tisztelegve csütörtökön este Keviben, a helyi Móra István Művelődési Egyesületben. Sokszínű programmal emlékeztek meg az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról Keviben. A településen igen élénk közösségi és művelődési élet zajlik. A helyi gyermekek már egész fiatal korukban több különböző csoport munkájába is bekapcsolódhatnak. Szerintem nagyon sok itt a motiváció, mert a gyerekek itt nagyon sokat tanulhatnak, a népköltészetről és a verseket is tanulunk, és bővül a szőkincsük. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulójáról való megemlékezés mellett a Művelődési Egyesület névadója Móra István előtt is tisztelegtek az emlékműsorral. A Móra István Művelődési Egyesület a Ne szálljon messze soha lelked című műsorral készült az 1956-os évforduló megünneplésére. Ez egy emlékműsor, amely már az Egyesületben hagyományossá vált, és ebben a programban az Egyesület csoportjai lépnek fel, igyekszünk felkészülni és méltóvá tenni ezt az emléknapot is. Az emlékünnepségen felléptek a falu óvodásai és kisiskolásai, akik 56-ról szóló irodalmi műveket szavaltak. Száz Dél Renáta, Móra István, Jó itt nekünk című versét adta elő, de színpadra lépett a Bazsa Rózsa asszonykórus, a Jó barátok tambura zenekar és az Entai fúvós zenekar is. Nemzeti ünnepünkről fontos, hogy ne csak a városainkban emlékezzünk meg, hanem a falvainkban is, Zenta községben is, hogy hitünket, reményünket, az összetartozást kifejezzük a kisebb településeken. Az alkalmi műsor keretében kihirdették a Móra István születésének 151. évfordulója alkalmából rendezett irodalmi és rajzpályázat eredményeit is. Elszenvedték első vereségüket az Európa Ligában eddig pontvesztesség nélkül álló Partizán labdarúgói. A több kezdőjátékosa nélkül pályára lépő néhány napja edzőváltáson átesett Fekete-Fehér Gárda 2-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán az Athletic Bilbao csapatától. A baszkok térfölényüket a 32. percben váltották gólra, amikor Raúl García talált be az addig kiválóan védő Zsivkovic hálójába. A végeredményt pedig Benyát állította be szabadrugásból 5 perccel a lefújás előtt. A csoport másik mérkőzésén a német Augsburg 1-0-ra nyert a holland Alkmaar vendégek. A következő fordulóban a mérkőzések visszavágói lesznek műsoron, azaz a Partizán az Athletic Bilbaohoz látogat. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik ma a magyarság. Horvát vonat jön majd a migránsokért Szerbiába, ebben egyezett meg a horvát és a szerb belügyminiszter. Több tucat halottja van az elmúlt évtizedek legsúlyosabb franciaországi autóbusz balesetének. Száznál is több kárpát-medencei középiskola tanulója utazott egy másik magyar lakta vidékre a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően.
18 órától élőben közvetítjük az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett vajdasági központi megemlékezést a Szabadkai Jádrán színpadról. A közügyek a 20 órai híradó után következik. Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a panonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is megtekinthetik. Maradjanak velünk továbbra is. További szép estét!